modern, mainstream popzeme generációváltása zajlik itthon jelenleg. Az elmúlt egy-két évben tényleg sorra jöttek a, az újabbnál újabb előadók, így szinte lehet mondani a semmiből, szóval szokás mondani, hogy what, what a time to be alive. És hát uh, itt a szemünk láttára lesznek, uh, lettek uh, tényleg ilyen megkerülhetetlen tényezők, mint a uh, Jude Law, Azaria, Betonhoffi... Mondj már egy nevét is, Dávid! Ehh... F... Ö... Opic Barbie? Miss Mood? Sziasztok, én Simon Dávid vagyok, az első magyar zene és ez most távol attól, hogy egy ilyen szexista, feminista videó legyen. Tehát basszus, hol vannak a mainstream női előadók? Mondjuk pont mo most itt van egy, például Soler, akinek a legfrissebb albuma, sőt az első nagy LP-je, az Ima, az most jelent meg egy pár hete. Volt már hogy egy ep je Szolernek, és ö, elég sok más szingője is megjelent az utóbbi időben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a semmiből ö, került elő, vagy hát a semmiből adta ki ezt a, a mostani albumát. Viszont hát basszus, én ö, azért meglepődtem mert uh, én tényleg azt hittem a single illetve az EP után, hogy ő is csak egy olyan, olyan előadó lesz, aki, aki csak így egyszer-egyszer megjelenik egy-egy számba, egy featurebe, és akkor ő, ő megpróbálja ezt a mai trendet, amit így általában mindenki próbál vinni, hogy így csak szingölökből él. Aztán egyszer csak itt megjelent az albuma, amit 17 számból áll, tehát egy, egy masszív anyag, és, és viszonyú nagy meglepetés volt számomra, mert nem csak az, hogy, hogy 17 szám, hanem az, hogy 17 olyan szám, hogy így, hogy így végig fenntartja az ember érdeklődését, és, és nem ül le, és, és egy nagyon, 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 masszívan jó, jó cucc lett. Most nem kezdem elmondani, hogy hú, mennyire tehetséges Szoler, mert uh, aki mondjuk ismeri, az, az tudja, hogy, hogy, tényleg egy, hát nem azt mondom, hogy itt csepp a tengerben, nem azt mondom, hogy, hogy egy, egy, olyan előadó, akiből tényleg nincsen sok, de hogy kicsit, hogyha belegondolok abba, hogy, hogy manapság van-e olyan, ö, olyan női előadó, aki hitelesen tudja hozni ezt a rb t szólt, elektrót, popot, uh, így kvázi kicsit hip is, így mindent így összevetve, és mégsem, mégsem tűnik uh, uh, egyik stílus idegennek tőle, akkor azt mondom, hogy ha már így nézzük, akkor nem biztos, hogy olyan, olyan sok, uh, sok ilyen előadó van itt a mai uh, magyar uh, pop piacon, és igazából most már csak így arra, arra, várunk, vagy arra várnék, hogy akkor, hát hogy mikor fog akkor ő most berobbanni, és mikor lesz lesznek milliós nézettségei, és mikor kezdi el megtölteni a Budapest Parkot. Most itt félve meg is kérdezem magamtól, meg igazából lehet, hogy tőletek is, hogyha gondoljátok, hogy, hogy szerintetek fog egy ilyen előadó robbanni? Vagy hogy itt, itt mi, a, mi a teteje egy ilyen uh, egy ilyen nek egy ilyen, uh, egy ilyen produkciónak, ami, ami, ami tényleg egy olyan popzenét csinál, ami vegyíti a teljesen modern hangzásokat, de hogy közben meg mégiscsak uh, van mondani valója, meg van mélysége, mert itt a Solar albumnak, hogyha megnézzük, akkor ezek nem csak ilyen prüntjögős, semmit mondó popzenék, hanem itt azt is tényleg komoly gondolatok vannak, halálról, elmúlásról, szerelemről. A hangzás az pedig olyan, hogy az meg iszonyatosan mai és fülbemászó, és ez pedig ez pedig tényleg egy olyan, olyan szimbiózis, meg egy olyan kombináció, ami ami szerintem uh, mindenkinek megér egy misét, hogy hallgasson rá, és kezdjen el gondolkozni azon, hogy uh, hát akkor most uh, miért, miért is... Uh Perpinat miért is csak egy akvárium kis halat tölt meg? Egy ilyen előadó? Megnézhetjük a kortársakat, és most nem fogom annyira igazából felhúzni az egész videót arra, hogy itt most ezt elemezzem, hogy akkor most ő, ő, hol van a plafonja Szolernek, de hogy mondjuk érdekes megnézni a mondjuk az Onodit, aki hasonló stílus, mint szerintem, mint Szoler, csak egyen elborultabbak, meg ilyen magába fordulóbbak a szövegek, tehát hogy az meg az egész előadás az, az, inkább egy ilyen sokkal bensőségesebb, tehát azt, azt nem feltétlenül mondanám popzenének, nem feltétlenül mondanám egy olyan zenének, amit így, így hallgatnék így a mindennapokban, ellenben ezt a Solar albumot ezt abszolút tudom bárhol hallgatni, vagy például mondhatjuk Sajanoét is, aki meg talán azért egy másik pálya, mert ő meg azáltal, hogy szinte teljesen angolul énekelő, meg, meg, tényleg egy ilyen angol piac, egy nemzetközi piacra gyártódott termék, de, de mondom, tehát, hogy ezért érdekes a Szoler, Magyarul magyar énekel, magyar szövegei vannak, és az jó szövegei vannak, közben meg nem csak a szövegekről beszélve, hanem mondjuk a Productionra is kitérve, meg a, meg a hangzása, amit pedig a Vatának a, az érdeme, ugyanis itt is egy olyan produkcióról van szó, hogy énekes-producer-páros össze van kapcsolva. Lásd, mint például Jude law ahol ugye tembóval vannak összenőve. Tehát, hogy ezért is talán érdekes a párhuzam, és ezért is jutott eszembe, mert például a Jude Lóéknál, ö, szinte a semmiből kb. az első album után már akvárium ö, nagy hall hal, volt a az induló uh, képlet. Itt pedig egy hasonló páros, Szoller és Vata hát uh, még, még nem tartanak. Itt pedig nem mondom azt, hogy rosszabb a zene, sőt, egész egyszerűen uh, ez, a, ez a nagy uh, kérdés, meg ez a nagy uh, felvetés, hogy akkor mi, mi az, ami ami egy előadót egyszer csak így egy így, 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 így szinttel följebb emel, így, és mennyire fontos az, hogy milyen a, a, a promó, mennyire fontos a marketing, mennyire fontos az, és most ezt uh, értsétek jól, mennyire fontos az, hogy valaki fiú vagy lány. Ez is egy lehet, hogy egy olyan uh, 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 része az egésznek, ami lehet, hogy a fiúk egész egyszerűen a mai világban könnyebben tudnak így fölfele menni. Kicsit elkanyarodva ettől a témától, az viszont tény, hogy uh hogy maga az albumnak a promotionje, tehát a, a beharangozása, az hát az lehet, hogy ha most én nem vagyok marketinges, de hogy lehet, hogy az így egyel lehetett volna ö, úgy profib, most ezt a profibat úgy, úgy ért, értem, hogy megjelentek videói Solernek idén, ö, és mindig jellemzően feature volt, és a feature-ök, vagy ezek a számok, ezek abszolút nincsenek rajta a az albumon, tehát se a Brenka, se a Betonhof is szám, ami egyébként tökre megértem, hogy nincsenek rajta, mert abszolút nem illik bele az albumnak a flójába, de hogy közben meg uh, lehet, hogy ez egy ilyen irány volt, hogy ez volt az ötlet, hogy hát, hogy olyan számokat jelentessünk meg, ami kicsit más lesz, mint az album, és akkor hát, ha úgy be lehet jobban szipolyozni embereket, plusz a lead single, ami az eső, amiből, amiből lett a klippes, az egyetlen klip Pest szám, ami, ami ez az album rajtam, az, az eső, ez meg szerintem, az én véleményem szerint a, az egyik leggyengébb szám az albumon, tehát hogyha én így, így csak és kizárólag a single alapján ö, ítéltem volna meg, hogy, hogy nekem van elkezdem ráhallgatni el az albumát, akkor nem biztos, hogy rámentem volna, és milyen jól tettem, hogy végül rámentem. Úgy gondoltam, hogy hát jó, jó a, 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 stílusa a lánynak, és hogy jó, kíváncsi vagyok, hogy, ö, hogy egy ilyen hosszú albumon mennyire tudja, mennyire tudja lekötni a figyelmet, és mennyire tud élvezhető zenét hozni, és hát komolyan mondom, hogy szinte azt mondom, hogy hibátlan, és most ez nagyon durva, de hogy tényleg azt mondom, hogy talán az eső az egyetlen szám, ami, ami nekem ilyen skippelős. Most nem megyek bele itt a, a, track by track lebontásba, azért mert hála az égnek a lángolón megjelent egy, egy interjú, uh, szóval erről, ahol, ahol ő elmondja, hogy melyik, melyik számról igazából mit kell tudni, vagy mit kell gondolni. Egyébként én nagyon szeretem ezeket a, az interjúkat, amikor így, 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 az alkotó saját maga bontja egy kicsit ki a számait, tehát ezt most be is tesszük a a leírásba ezt a linket, hogyha valaki akarja, akkor nyugodtan olvassátok el, mert szerintem ez egy tök jó képet ad az albumról magáról, de azért, azért egy, egy pár mondatban azért elmondám, ha már mondtam, hogy az eső a, a, nem a kedvenceim közé tartozik, és nem is feltétlenül ezekkel van hogy mi az, ami nem tetszik, mert hogy közben meg szinte az összes száma szerintem baromira, baromira, jó és baromira ütős, Nekem most így elsőre, első pár hallgatása a csend, a plüssös, a magamnak, és a 25 az, ami, ami nagyon így Betapadt, de, de, hogy közben meg uh, tényleg azt mondom, hogy ha elindítom az elejétől uh, kezdve az albumot, akkor szinte, szinte végig uh, uh, folyamatosan megújul, és folyamatosan olyan soundok -ok vannak, és ez meg abszolút a vatának a, az érdeme és a pacsi neki, hogy, uh, hogy rengeteg fajta stílusba belekóstolnak, és és van itt lassú, uh, balladától kezdve ilyen, ilyen afrobi, tehát minden, amit akarsz zúzos droppok is vannak, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon rendben van az egész. Szerintse feature sincs sok az albumon, és most mondom ezt úgy, hogy nem volt bajom a Brenkás meg a Beton is számmal, de hogy egyszerűen ebbe az albumon tényleg nem fértek volna bele feature -ök. ami viszont tök jó, hogy, ö, hogy ami volt feature, az pedig nem a nem a, egy ilyen nagy név volt, hanem még perpinat kis név Koli, az, aki két számba is szerepel. Um, és hát, srácok, hát nekem ő most az utóbbi időben, és most nem csak a, a plébánia óta, tényleg, ami most is megjelent egy új single ez ami brutálisan jó, tehát, hogy meg ezekbe a számokba is, amikbe benne van, ez az ilyen nagyon ilyen, ilyen laidback, csillelős flója, ez, ez annyira kell, mint egy falat tehát hogy ő rajta most nagyon rajta van a szemem, mert hogy elvileg lesz albuma is még jövő év elején, tehát hogy ő, ő egy nagyon, 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 figyelek rá, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy ő is le tud-e így majd kötni egy album elejéig, mint, mint Szoler. Mondhatni, hogy az év egyik meglepetés albuma volt számomra, mert, mert nem vártam tőle nagyon sokat, és közben meg most volt a akváriumban egy koncertje, és a koncert is olyan volt, hogy mh, nagyon, nagyon, jó volt az egész tál, nagyon jó volt a jól, jól, hangzott, jól hangoztak a, ezek a számok élőbe is, rendbe volt a színpadi minden, tehát hogy egy nagyon-nagyon uh, ígéretes uh, uh, tehetség szerintem Szoler, és ez az album, ez pedig az év egyik legjobb albumon nálam. Szóval ez most hát egy ilyen, ilyen, jó erős 10 per 8. Én Simon Dávid voltam, Szoler ima 2022, és hát ebbe az évben ez volt az utolsó így, hivatalos ilyen album megfejtés, jönnek majd a special videók, listák, minden, szóval Vigyázzatok magatokra, peace! Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, valamit iratkozzatok fel a csatornára, az előző heti megfejtéseket itt találjátok, amit tudjátok, van spotify van Instánk, van Facebookunk, azt is csekkoljátok, jövő héten találkozunk, addig is, peace!